ne ijedjenek meg. A biciklisnek nem lett baja, ez csak egy bemutató. A BKV és a Magyar Kerékpáros Klub közös akciója. A bemutató célja, hogy ne legyen annyi konfliktus a biciklisek és a sofőrök között. A BKV szóvivője is biciklivel érkezett a sajtótájékoztatóra. A szóváltások mellett egyre több a biciklis baleset is. Csak Budapesten évente körülbelül 150 kerékpáros sérül meg. Ennek ellenére évről évre egyre többen merészkednek a fővárosi utakra biciklivel. Kerékpárosok napi problémákat okoznak abba, hogy átmennek a piros lámpán, ezzel a jogtalan előnyt szereznek maguknak, és bujkálnak a forgalomjogból álló autó mellett, hol térbe helyezkednek el, és mindig az utolsó pillanatban veszük csak esetleg észre őket, jó esetben. A biciklisek azt mondják, az autósok, a busz és trolli vezetők nem tekintik őket egyenrangú félnek, pedig már 60 ezeren kerekeznek a budapesti utakon. Még mindig nem adják meg jellemzően az elsőbséget a biciklisnek olyan utakon, olyan helyzetekben, ahol nem is mindig egyértelmű a helyzet. Tehát itt gondolok a jobb-horobb típusú balesetekre, amik arról szólnak, hogy az egyenesen haladó bringásra rákanyarodik az autó. Szerintük ahhoz, hogy Budapest kerékpárbarát város legyen, szemléletváltásra van szükség.